taking me home. Nagyon szeretném, hogyha elkerülne a technika ördöge, és meg tudnánk nyerni ezt a versenyt. Tulajdonképpen szerintem van esélyünk rá, amit Egerben a vasárnapi napon be is bizonyítottunk, de most ugye vicces lesz az időjárás. Azt gondolom, hogy nagyon föl kell kötni a gatyát, de nagyon szeretnék nyerni. Ezek nagyon jó pályák igazából, ez egy férfi munka lesz. A karrieremben mindig az volt, hogy az Eger egy picit könnyebb volt, akkor úgy felszívtuk magunkat, hogy jaj, de jó sofőrködünk. A Miskolc meg mindig egy kicsit odavágott, hogy na, azért annyira nem. Úgyhogy azért egy Galadna Máinkán azért oda kell nagyon figyelni, és akkor utána nem tudunk leengedni, mert sátán viszont 300-al fogunk robogni. Az meg abból nagyon érdekes lesz, és az egész meg fogja borsozni szerintem egy hajnalban elindul eső. De hát nagyon jó lesz. És a második bukkamból isre jön a jobb egy. A jobb egy után 80-ra, a bal kettő tempó, tő és 50, jobb egy kívül és jobb egy erős, aminek a vége bukkan padló után 130. A 130 vége jobb egy, ami padlós és 100-ra sűrű. Megyünk oda föl az útra, és 80. 80, még egy sima bal, a vége... És a végén jön a nagy fék, mert jön a bal hat gumi csuk. A bal hat az gumis, és a vége csukni fog. Sima jobb. A sima jobb után 80-ra menjünk a balon a végén. Jön a fék és jobb hat, utána 80 emelni fog. A 80 emel, a sima jobbot kiengeded a végén, és a 70...
gyorsaságra, úgyhogy nekünk később jött az építkezés a negyedik gyorstól. Nagyon tetszett ez a verseny, arra számítottam, amilyen a Miskolc, hogy azt kaptuk, amilyen a Miskolcra, amire lehet számítani, hogy nagyon nehéz. Egy Eger után mindig az ember időjön, és azt gondolja, hogy nagyon gyorsan tudok menni, de hát ezek a pályák nagyon kemények, és ez bejött, úgyhogy óvatosabban is kezdtem volna, hogyha jó gumim lett volna, hogyha jó gumit választok, de és az is látszott, hogy nem teszteltem a verseny előtt, és az utolsó gyorsaság körül igazán kemény volt. With the flame in a hailstorm, I'm back.